Ha FIFA zsetont szeretnél vásárolni, akkor látogass el a Foodpark oldalára, és használd a Christian kuponkódot további kedvezményért. Link a leírásban. Srácok, ebben a videóban elhoztam nektek az EAFC 25 legjobb kontroller, illetve kamera beállításait, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, nézzük a legjobb beállításokat. Az első dolog, srácok, hogy jelenleg ugye még mindig tart a szubatonos adás, ami egy 72 órás adást jelent, remélhetőleg. Nincs más dolgunk, mint a bal felső sarokban ezt a bizonyos beállítások menüpontot megkeresni, aztán egy következő beállítások, majd game settingsre menni. A gameplay beállítások alatt tudod a kontrollert beállítani. Nagyon fontos, hogy a presetet minden esetben kompetitívre tegyétek, hiszen ha online játszotok, csak és kizárólag ez a beállítás lesz használható. Nyilvánvaló, hogy ezt megváltoztathatod abban az esetben, hogyha te mondjuk karriermódozni szoktál, vagy a gép ellen játszol mondjuk SB-ben, akkor használható másképp is, viszont a kompetitív az a beállítás, amit az online játékoknál, Div Rivals, Foot Champions és egyéb játékmódok, mondjuk draft, használnod kell. Ugye itt nem állítható az autóshot, assisted headers és egyebek, viszont a shot assistance-t azt mindenképpen assistedre tegyétek, a time finishinget pedig kapcsoljátok be. Mit jelent a time finishing? Az, hogy gyakorlatilag kétszer kell megnyomnod a lövést, az egyiknél megnyomod, majd utána a zöldet el kell találnod. Nyilvánvalóan, hogy ez csak és kizárólag úgy tanulható be, ha minél többet gyakorolsz, de ha elsajátítod magadnak a time finishinget, akkor tökéletesen tudod majd zölden meglőni a bizonyos labdákat, és ezáltal több esélyed lesz gólt rúgni. A True Pass Assistance az mindenképpen semmi legyen, mert ugye van itt manuál is, de ha manuálisra állítod, akkor gyakorlatilag te adod meg azt, hogy milyen erősségen nyomod meg azt az adott gombot, amivel az Y-os vagy más szóval háromszöges passzolást végzed, és a manuálnál értelemszerűen, hogyha te lenyomod mondjuk nagyon gyengéden, akkor nagyon gyengén fogja meglőni a labdát, ezt így kell értelmezni. A szeminél van egy kis rásegítés a játék által. A löbbölt passzolásnál ugyanez a szisztéma, a ground pass, illetve cross löbpass ugyanaz, mint az elmúlt években, assistedre állítsátok, hiszen ezáltal a játék segíteni fog ezeknél a bizonyos passzolásoknál. A pass receiver lock, na ez az, amin a chattel egy kis időt gondolkodtunk, hiszen a tavalyi játékban ez csak early meg late volt. Az early az ugye azt jelenti, hogy ha te neked a lábadnál van már a labda, és megnyomod a gombot, azonnal el fogja passzolni. Viszont én úgy érzem, hogy az idei játékban a late az sokkal-sokkal jobbnak érződik, hiszen ilyenkor nem az történik, hogy az animáció kezdeténél passzolja el a labdát a játékos, hanem még vár egy ütemet, és itt látjátok, hogy itt még van időd gyakorlatilag gondolkodni azon, hogyha van egy adott szituáció, mikor a lábadon van a labda, de te véletlenül lenyomtad a paszt, akkor még tudsz mondjuk egy fake shotot is nyomni, annak tudatában, hogy te mégsem szeretnéd elpasszolni a labdát. Tehát én azt gondolom, hogy a lét az egy jobb választás lehet az idei játékban. A precision pass sensitivity az normálon legyen, a clearance assistance az mindenképpen directional-en, hiszen a klasszik az nem igazán használható szerintem a játékban. Defending az egyértelmű advanced, hiszen a taktikál defendinget nem tudod használni online a játékban. Pass block assistance az on-on legyen, az auto switchinget én on air balls and loose ballsnál szoktam használni. Vannak viszont olyan profi játékosok, úgyhogy ezt próbáljátok ki, aki only on air ballson használja, mint például ha videósokat kell említeni, Krassi vagy éppenséggel Ovi, ők például úgy szokták használni, hogy only on air balls, de én azt gondolom, hogy számomra sokkal jobb ez az only on loose, only on airs,
Air Balls and Loose Balls, csak kinyögöm, hogy mit szeretnék, de ez nyilván tényleg olyan dolog, hogy próbáld ki mind a kettőt, aztán döntsd el saját magad, hogy melyik számodra a leges, legkomfortosabb. Auto Switching Move Assistance, én ezt minden évben nonon használom, mert számomra a low meg a high az borzalmas. Right stick switching az klasszik legyen. Kipróbálhatod ezt az adaptív meg player rotation-t, de számomra a klasszik vált be a legeslegjobban. Van itt egy érdekes beállítás, ez a right stick switching sensitivity. Van, aki 4-esen használja, valaki 5-ösön, valaki 6-oson. Én különösebb, úgymond különbséget nem éreztem rajta, számomra úgy, hogy 10-es a maximum, az 5-ös vált be a legjobban, hiszen így lefelezi ezt a dolgot. Próbáljátok ki, én az 5-ösre esküszöm, az előző években is így használtam. A Next Player Switching az klasszik szintén, és beraktak még a játékba egy ilyen reakció idő modifiert is, amit mindenképp onra tegyetek, és itt is teszteljétek le, hogy számotokra melyik a legjobb, 5-ös vagy 6-os. Számomra a 6-os vált be, úgyhogy én azon használom. Player Lock. Na ez egy olyan dolog, amit kevesen használnak a játékban, de ha elsajátítod, akkor nagyon-nagyon nagy segítségedre lehet. Mit jelent ez? Rendkívül kevesen tudják. Ha lenyomod az L3-at és az L3-at, és stickkel, azaz azzal, amivel cselezni szoktál, azt felfele pöccinted egy adott játékos irányába, akkor kijelölöd a játékost. Hogy ez miért jó? Mert az előző FIFA-kban rengetegszer volt olyan szituáció, hogy az adott playered lesre fut. Ezzel megakadályozod azt, hogy ne legyen folyamatosan les helyzet, ami egyébként az idei játékban szerintem egyre kevesebbszer fordul elő, meg talán még Zsolti volt, aki a chatre írta, hogy ő számtalanszor passzolta lesre a labdát az elmúlt években, de ez most valahogy nem jön elő, de én ettől függetlenül azt mondom, hogy a player lockot gyakoroljátok. Én is rá fogok ülni az idei játékban, mert hogyha megtalálod azt, hogy hogyan kell tök precízen kijelölni, akkor sokkal több gólhelyzetet tudsz kialakítani. Tehát még egyszer mondom, az L3-at lenyomod egyszerre, utána pöckölsz egyet fel azzal, amivel cselezni szoktál, és akkor kijelölöd azt a játékost, akivel szeretnél futni, befutsz az üres területre, és tökéletesen tudsz neki passzolni. Ezt egyébként szinte az összes profi játékos használni szokta. Ami nekem nagyon érdekes, hogy az idei játékból kivették ezt a kontextuál dribblinget, tehát ezt most már nem tudod onra offra rakni, ez még tavaly változtatható volt, de most idénre ezt törölték, tehát kizárólag offon tudod használni, hogyha kompetitív módot használod. A save assistance-nél pedig semire vagy pedig assistedre tedd. Nagyon-nagyon sokan assistiden használják, valószínűleg én is ki fogom próbálni, de a kapusokról amit érdemes tudni, hogy sokkal-sokkal jobbak lettek, mint az elmúlt években voltak, és végre valahára nem pattan oda a labda 10-ből 9-szer az ellenfélhez. Lehet, hogy mondjuk 10 alkalomból egyszer megtörténik, hogy a kapusodról oda pattan az ellenfélhez, de még így sem annyira frusztráló, mint az elmúlt években volt, hiszen valamilyen tekintetben OP-bak lettek a kapusok. Én így tudnám megfogalmazni, és remélhetőleg ez így is fog maradni a későbbiekben. Az analóg sprint egy olyan beállítás, amit minden egyes évben elmondok, ne használjátok onon. Miért? Mert ez a következő dolgot teszi. Ha te lenyomod a sprint gombot, és fut egy adott játékosod, akkor hogyha onon használod, analógként fog funkcionálni. Mit jelent ez a pályán? Ha megnyomod csak egy nagyon picikét, akkor 25%-on fog futni az adott játékos. Ha jobban lenyomod, 50%-on. Ha még jobban, 75%-on. Ha csurig benyomod, akkor fog 100%-on futni. Na de hogy ez miért nem jó? Azért, mert neked a meccsen ne kelljen már arra figyelni, hogy te tövig benyomtad-e. Bőven elég, amikor az asszonynál erre kell figyelned. Testvérem esténként ne akarjál még az IFC-ben is tövig nyomkodni semmit se.
simán offra rakod, és bármennyire pöccinted meg a futás gombot, azon nyomban 100%-os sprinten kezd el futni a játékosod. Ezt szintén nem tudják nagyon sokan, de minden esetben offra tegyétek, mert ennél nagyobb segítséget nem kaphatsz a játékban, hogy nem kell figyelned arra, hogy mennyire nyomtad be a lövé, vagy bocsánat, a futás gombot. A trigger effekt az off legyen, mert nem akarod azt, hogy bazd meg, lövés közben kiessen a kezedből a kontroller, ugyanez igaz a user vibration feedbackre, mert gyakorlatilag nem azt szeretnéd elérni, hogy nem tudom, egy mosógépet érezzél a kezeid alatt, mert ez azt fogja csinálni, hogy ha te mondjuk rúgsz egy kapufát, akkor így elkezd rángatózni, mintha valami, nem tudom, reumás csigát fogtál volna meg, és ezt nem szeretnéd. Átmegyünk a kamera beállításokra, hiszen a Match Optionsnél semmit nem kell állítanod. Én úgy gondolom, hogy az idei játékban, mivel nem találtam meg a default beállítást, ami állítólag a klasszik lenne, de én nem tesztelgettem ezt, kóp beállítást használok a kameránál, 19-es magasság, meg ugye zoom, vagy milyen szélesség? Nem, magasság, bocsánat, hülye vagyok. Tehát magasság 19, zoom 3, és még egy fontos dolog, penálti, aria, zoom, nulla kisfia. Ha ezt nem nullára teszed, te a világ legnagyobb pancsere vagy, illetve még egy opció, amit offra kell tenned, vagy beállítás, power shot zoom. Mit csinál ez a power shot zoom, ha onra van rakva? Nyomsz egy power shotot, beközelít a nyakadra, megcsekkolja, hogy nyakszirteddel van-e bármilyen probléma, és te meg pillázgatsz, hogy úgy mégis mi a lófasz történt. Úgyhogy ezt offra állítsátok, mert nincs erre szükségetek, hogy a nyakát mutassa a játékosnak. HUD beállítások a következőek, player name és indikátor, player name, borzalmasan fontos. Miért? Mert egyetlen egy évben sem szeretnéd azt, hogy a játékosnak a száma a fejedben legyen. Ha te alapbeállításon használod, akkor player number lesz. Adott egy szituáció. Gólhelyzetben vagy. Hetes számú játékosod Cristiano Ronaldo. Az meg ki a hetes számú játékosom? Most rámerjem rúgni, vagy tovább passzoljam? Tehát érted? Elindít benned egy gondolkodást azt, hogyha player number-ön használod, hogy hanyas számú játékosod melyik játékos. Ezt nem akarod. Ezért használd minden esetben player name-en, mert azonnal ki fogja írni a játékosodnak a nevét felül, a feje fölött, és tudni fogod, hogy ki és melyik játékossal milyen szituációban vagy. Nagyon egyszerű a képlet. Következő dolog, amit még állíts be, legalábbis véleményem szerint, hogy a 3D radart azt lőd be, mert a 2D az nekem nagyon nem tetszett, de nyilván ez egyéni preferencia kérdése. Core clock dropdown, ez általában nekem off-on szokott lenni, mert én nem vagyok arra kíváncsi, hogy például hány másodperc múlva pereg le a hosszabbítás, mert sokszor van olyan, hogy mondjuk gólhelyzetbe kerül egy adott játékos, egy közeli kamerát használsz, mondjuk tegyük fel telebroadcastet, ami közelire van állítva, és erre mi történik? Elkezd peregni lefele az idő, és belemegy a képbe, hogy ő zavarja az aurádat, ha mondjuk az ellenfeled van egy bizonyos helyzetben. Ezért kell offra állítani. Scrolling lineups, minden esetben off, kurvára nem vagy arra kíváncsi, hogy a fél idő elkezdődik, az mi az ellenfélnek a kezdő 11-je, nem tudod levinni a szélen a labdát, mert eltakarja azt a sávot, nem tudod, hogy hol van az alapvonal, offra tegyed a scroll lineupot. Minden esetben. Input overlay, te döntöd el, hogy szeretnéd a kontrollert használni, én nem szoktam. A többi az meg maradhat egészen nyugodtan alapbeállításon. Még egy pár szempont kimaradt, srácok, az pedig nem más, mint hogy ezt a Playstyle plus overhead indikátort kapcsoljátok ki, mert a tavalyi játékból ebből adódóan volt olyan, hogy elkezdett laggolni a játék. A hold to skip-et is kapcsoljátok ki, mert ez meg azt jelenti, hogy ha bármilyen animációt el akartok skippelni, akkor lenyomva kell tartanotok a gombot, teljesen felesleges. A scroll vagy score clock
dropdownnál ugye elmondtam, amit el kellett mondani. A Precision Pass Visual és Precision Shot Visual-t kapcsoljátok ki, mert mindenféle ilyen gömbök, animációk, meg mindenféle szar megjelenik a pályán. Nem tudtam, hogy ez mi, de most már tudom, mert megnéztem egy videót róla, úgyhogy ezzel ez volt a probléma. Illetve még egy dolog, ez a Hypermotion Insight Overlay szintén egy teljesen felesleges dolog, valamint ez a Tactical Suggestion Notification is. Tehát, hogy ne adjon már neked taktikában utasításokat, hogy mit kéne végrehajtanod, mondjuk egy cserét, mert nincs rá szükséged. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, amit a visuallel kapcsolatosan el tudtam volna mondani még pluszba. Úgyhogy boys, ha hasznosnak találtad ezt a videót, és tetszett, mindenképp jelezz egy lájkkal, ha pedig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, valamint a Twitch oldalamat megtalálod a leírásban. Tart még mindig a szubaton, úgyhogy ha esetleg úgy döntesz, akkor mindenképp nézd be. Találkozunk egy következő videóban vagy élőadás formájában. Én Krisztián voltam. Ciao, ciao, szevasztok!